Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök az Ó+ Állatbarát magazin 4. évadának decemberi adásában elsőként díszhaltenyésztőkkel készült riportunkat tekintetik meg. Majd egy különleges nyúlfajta bemutatásával folytatjuk műsorunkat. Ezt egy kis ajánló követi, ahol japán fürjekkel ismerkedhetnek meg. Befejezésül pedig karácsonyi köszöntőket láthatják és hallhatják. Kérem, tartsanak velünk! Csodálatos dél-amerikai sügérféle a diszkosz. Ez a mintegy tenyérnyi jószág gyakran megdobogtatja az akvaristák szívét. Következő riportunkból megtudhatják, hogy miért. Mögöttem láthatóak vadonfogott zöld diszkoszhalak. Amazoniából érkeztek, a Rio Tefé folyóból. Latin nevű Cynthisodon equifaxiatus, bölcsőszájú sügér. Különleges ivadék gondozása van, mivel saját hánváladékával táplálja a picsinyeit az első héten, azután planktonnal táplálkoznak az ivadékok, az apa és az anya közösen nevelik fel az ivadékait. Esős évszakban szaporodnak, akkor kijöntenek a folyók, elárasztanak hatalmas területeket a dzsungelből, és ezeknek a növényeknek a lombjai között búvóhelyeket találva tudnak felnőni az ivadékok. Esős évszakban akár 8-10 métert emelkedik a vízszint, amikor a fák lombjai is víz alá kerülnek, melyben a felnőtt állatok egymásra találnak, és a párok különválva íznak. Az ikrákat először a nőstény lerakja fa levelyre vagy fa ágakra, ezután csúszik a hím, amely megtermékenyíti az ikrákat. Körülbelül 60 óra múlva kikelő lárvákat egyenként átordják egy védettebb, előre megtisztított faágra, ahova felragasztják őket. Egy harmadik napon innentől számítva elúsznak a ivadékok, és elkezdenek táplálkozni a szülők testéről. Ez a hánváladék, amit szülők termelnek a testükön, nagyon magas fehérje tartalommal rendelkezik, amelytől rohamosan fejlődnek az ivadékok, hogy minél előbb megnőjenek, hogy elkerüljék a ragadozókat. A fejükön lévő kis szemölcsel ragasztják a szülők fel őket esténként a védett helyre, ahol tovább őrzik. A szülőpár együtt neveli, gondozza és eteti ivadékait, kivéve akkor, amikor táplálékot vesznek magukhoz, akkor külön átadja egyik szülő a másiknak. Az összes kis halak úgymond kiugrik alóluk, és elmegy táplálkozni. Visszajött a táplálkozásból, akkor felváltják egymást. A víz hőmérséklete 28-30 fokos, ezen a hőmérsékleten körülbelül 60 órára kelnek ki az ivadékok az ikrából, és egy újabb 60 óra, mire elúsznak, mikorra felszívódik a szikzacskójuk. A szülők ezután még hozzávetőlegesen egy hónapig gondozzák ivadékaikat. A diszkoszhalnak több faja létezik, úgy mint hekkel diszkosz, Cynthisodon hekkel, zöld diszkosz, Cynthisodon equifaxiata, kék és barna diszkosz, Cynthisodon haraldi. Ezek különböző folyókban találhatóak Amazóniában, hatalmas területeken. Európai viszonylatban sem felfogható az a hatalmas terület, úgy mint Rio Negro folyó, Rio Tefé, Rio Amazonas, Rio Xingu, Rio Tapajos. Háromféle víz határozható meg, a fekete, a fehér és a kristályosan áttetsző. Például fekete Rio Negro,
fehér Rio Solimo S. A Rio Solimo S összefolyik a Rio Negroval. Határozottan elválasztatóan látszódik, hogy ér össze a fekete és a fehér víz. Felülről, légi felvételekről, de hajóról is ez könnyen észrevehető. Innentől fogva nevezik Rio Amazonasnak. Természetes élőhelyükön táplálékukat képezi planktonok, moszkitolárvák, édesvízi garnéla, vízbe hullott gyümölcsök. Amazonasból származó halakból tenyésztették ki a különböző színváltozatokat. Rengetegféle színváltozatot, kéket, sárgát, bordót, vagy mindenféle ilyen különböző mintázatot elő lehet ezekbe állítani. A Red Melon, az vörös dinnye, az azért kapta ezt a nevet, mert eléggé pirosas, illetve narancssárga árnyalata van az egész testének, illetve hát citromsárga fejjel is rétezik, teljesen piros halak azok a Supermelonok, a Blue Diamondok ugye teljesen kék színárnyalatúak, ezen kívül a különböző türkiz félék azok már csikozással, tehát kék, illetve piros csikozással rendelkeznek, illetve különböző változatok. Ezen kívül vannak a pöttyös mintázatúak, ugye ezek különböző red, spotted néven is megtalálhatók, illetve hát vannak a barna változatok, amik sima barna színnel, illetve kék mintával léteznek. Tartásukhoz általában minimum egy halnak 50 liter vízmennyiség szükséges. Tenyészpárt illik általában egy 50x50x50-es kocka akváriumba elhelyezni. Ez egy abszolút ideális és megfelelő méretű akvárium, amiben utána a szaporítást el lehet kezdeni. Ezen kívül egy nagyobb díszakváriumba, tehát nagyon minimális talaj, tehát egy vékony rétegű kvarchomok, egy jó szűrés, általában fák, amik még fontosak egy ilyen akváriumba, illetve fára ültethető, illetve fára felkötözhető növények. Azok a fajta akváriumok, aminek vastag a talaj, az alján azok nem ideálisak a diszkuszok tartására. Azért, mert általában ezekben a talajokban túl belemegy a mulm, elszaporodhatnak benne olyan baktériumok és olyan kórokozók, amik utána a halnak a hullását okozhatják. Fogságban tartott halakat, illetve akváriumban tartott halakat általában etetés célszerű például mirelit, illetve granulátumos eledelekkel etetni. Nem célszerű egyszerre sok eledeséget adni a halaknak, inkább többször keveset, ha lehet. Általában a napi vízcsere a diszkosz tartásnál nagyon fontos. Minél célszerűbb nagy teljesítményű szűrést előállítani, illetve nagy szűrőközeggel rendelkező plusz egy szűrőakváriumot vagy ilyesmit beállítani, ami ugye először megszűri a nagy és durva mulm réteget, aztán utána egy finomabb szivas rétegen például átkerül egy harmadik szűrő rétegbe, ami már egy biológiai szűrést alkalmaz, vagy állít elő, és aztán így cserélődik a víz folyamatosan az akváriumba. Célszerű a diszkoszokat ugyanolyan halakkal együtt tartani, ami a saját közegében, tehát ott az Amazonas területén is előfordul, vagy megél, mint például a vörös neonok, mint például a különböző koridoras félék, és különböző harcsa félék, algázó harcsák, elles harcsák, amik ugye kimondottan az algákat pusztítják az akváriumot. Ezeket a halakat általában vásárlás után illik úgymond karanténozni, tehát nem szoktuk összerakni rögtön azt a halat, amit újonnan vásárolunk azokkal a diszkoszokkal, amik már otthon úszkálnak az akváriumunkba, hanem előtte egy karantén akváriumot szoktunk csinálni, már pedig azért, mert lehetnek bármiféle betegségek az újonnan vásárolt halakon is, illetve hát esetleg a saját halainkon is. Különböző baktériumkultúrájuk is lehet, amit mi össze kell szoktatni. Általában a kopoltyúféreg szokott előfordulni a diszkosznál, illetve belső parazita, illetve külső paraziták szoktak általában előfordulni rajtuk. Ezeket a karanténozás alatt el lehet tüntetni. Ezen kívül még általában elég stresszes halak érzékenyek a különböző változásokra, fényekre, zajokra. Érzékenyek még a társalatok megválasztására is. Nem szokás őket általában összerakni vitorlás halakkal sem. Agresszívebb halakkal sem szokták összetenni, mert ezek egyébként egy nyugodtabb féle sügér fajtához tartoznak. Kezdő akvaristáknak egyáltalán nem javasolnám, inkább olyan akvaristáknak javasolnám, akik finomabban
körülményeket tudnak előállítani, illetve profibban állnak már hozzá az akvarisztikához. Ajánlom minden olyan akvaristának, akinek megfelelő gyakorlata van az akvarisztikában. Nyerges Újfalura látogattunk, ahol egy ritka és hatalmas nyúlfajtával és tenyésztőjükkel ismerkedhettünk meg. Hatalmas tapsifülesek műsorunk új sztárjai. Évvel ezelőtt egy könyvben ismertem meg ezt a nyúlfajtát, a huszkáti fehéret. Nagyon szerettünk volna ezzel a nyúlfajtával foglalkozni, azonban Magyarországon nem találtunk tenyésztőt, sem a környékben lévő országokban. Felvettük a kapcsolatot francia tenyésztőkkel, és így került Magyarországra az első huszkáti pár. Ezt a nyúlfajtát Franciaországban az 1900-as évek elején tenyésztették ki. Három nyúlfajta alapozta meg ezt a tenyésztési munkát, a belga óriás, a francia ezüst, illetve az angóra. Az 1924-ben ismerte el a francia nyúltársadalom ezt a fajtát, ekkor alakult ki az ő standardje is, és azóta is ezt veszik alapul. Ennek a nyúlfajtának zömök testalkata van, a nőstények és a bakuk feje az elég különböző, a bakok egy kicsit tömzsibbek, a nőstények elég nyúlánkak. Nagy hosszú fül jellemzi ezt a fajtát, erős testalkat, hosszú gerinc, illetve erős comb izomzat. Magyarországon a 70-es, 80-as években nagyon nagy divatját élte ez a nyúlfajta. Leginkább háztáiban, mint hús hasznonyulat hasznosították, mivel nagyon jó a kitermelési értéke. Manapság azonban inkább már csak hobbiként tartják, mivel nagyon kevés található belőle Magyarországon. Ezt a nyúlfajtát elsősorban kinti tartásra ajánljuk, mivel óriás testű nyúlról van szó, tehát a lakásban nem annyira előnyös a tartása. Helyigénye körülbelül 1 négyzetméteres helyet igényel egy nyuszi. Táplálása és ellátása nem igényel különösebben más, mint egy akármelyik másik nyúlfajta. Amit nem szabad adni a nyusziknak, az a frissen vágott zöld takarmány. Ezt inkább, ha ilyet beszerzünk, akkor pár napig próbáljuk megfonyasztani. Ezeket a nyuszikat ajánlatos telepadlón tartani, nem pedig rácson, mivel a nagy súlyuk miatt a talpukat nyomja a rácspadozat, és igen könnyen kialakulhat náluk talpfekély. Hús hasznú nyúl lévén nagyon ajánlom mindenkinek, aki a családját egy egészséges élelmiszerrel szeretné ellátni. Felnőttkori súlya 6-7 kg között van ennek a nyúlfajtának, 3-4 hónaposan már lehet őket konyhába vinni, és igen finom ételek készülnek belőle. Tartása nem bonyolult, ezért bárkinek ajánlom, családi kedvencnek is tökéletes, gyerekek is nagyon szeretnek róluk gondoskodni. A japán fürj egy könnyen tartható hobbi baromfi, bár a karácsonyi asztalon sem megvetendő falat. Húsa és tojásai egyaránt egészséges táplálékot jelentenek az egész családnak. Érdemes tehát foglalkozni a tartásukkal. A japán fürj eredeti élőhelye Japán északi része. Igen közeli rokona az európai fürjnek. Napjainkban igazi kultuszát éli a fürtartás. Viszonylag kis helyen tartható, takarmányozás is könnyen megoldható, és közben a családot is ellátja tojással. A fürjek teljes testfelülete tollal borított, kivéve a lábakat. Sem a kakasok, sem a tojók nem rendelkeznek taréjjal vagy állebennyel. Tollazata igen sokszínű lehet, leggyakoribbak a vadas, búza és fehér, melyek mellett csoki, rozsdabarna és gyöngyszürke változat is egyre gyakoribb. A megfelelő termeléshez és a fürjek igényeinek kielégítése szempontjából a szálláshelyül szolgáló ólak elhelyezésekor figyelembe kell venni a következőket. Húzatmentes, de könnyen szellőztethető, száraz, jól szigetelt, fűthető, könnyen tiszten tartható, világos helyiség. A mindenkori jogszabályok figyelembe vételével egy négyzetméteres területen 10 madár elhelyezése lehetséges.
Rácspadozaton tilos tartani, ezért ajánlott a pormentes faforgács. Az elhelyezésükre szolgáló ketrecet megvehetjük gyártóktól, de ügyesebb kedvű vállalkozók saját maguk is elkészíthetik. Az intenzív növekedésnek köszönhetően fürjeink 6-7 hetes koruk körül válnak ivaréretté, és ennek megfelelően ekkor elkezdik tojástermelésüket. A fürtojás minden olyan célra felhasználhatjuk, amire a tyúktojást, mellette nagyon egészséges is, sütés-főzéshez egyaránt alkalmas. Csökkenti a magas vérnyomást, s ajánlják cukorbetegségre, gyomorfekére, asztmára és még sok minden másra. Gyakori a főtt füstölt fürtojás olajban való tartósítása is. Húsa, a fürjet egészben vagy darabolva is felhasználhatjuk, ízletes sülteket és leveseket készíthetünk belőle. A fürjek trágyáját alacsonyabb méztartalma, kevésbé lúgosító tápanyag tartalma miatt kiskertünkben akár díszcserjék, fák, tápanyag utánpótlására is használhatjuk. Most pedig kérem, nézzék meg karácsonyi köszöntőnket. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Elérkezett a mindenki által várva várt karácsony. A gyermekek izgatottan várják ajándékaikat, a felnőttek készülődnek az ünnepekre. Kérem, ne feledkezzenek meg az egyedülállókról sem, akik magányosan töltik az ünnepeket. Néhány jó szó, egy-két kedves gesztus őket is átsegíti ezen az időszakon. Bíztatok mindenkit, aki ugató vagy doromboló társat ajándékozna szeretteinek, látogasson el a legközelebbi állatmenhelyre, ahonnan egy örökké hűséges barátot vihet haza magával. És most búcsúzóul kérem, hallgassák meg Vörös Sándor versét. Éj mélyből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő csinglingling, télcsengjén halkan ring. Földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő csinglingling, télöblén távol ring. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok a magam és a Győr Plusz Média nevében is. Kérem, ne feledjék, Zooplusz a mi műsorunk. Ha ön az állatvilág, a növények vagy a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal itt és a Győr Plusz újságban is. Kövessen minket a YouTube-on, illetve a Győr Plusz televízió honlapján. Viszontlátásra!